Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit újra a Fortnite Battle Royale-ban. Elérkezett a nyár, elérkezett a 14 nap nyár event ide a Fortnite-ban is. Minden napra érkezik egy LTM, egy kihívás és egy fegyver, amit újra betesznek a játékba. Mai napra ez a Splashdown LTM érkezett, készüljünk fel az eddigi legnagyobb vízibomba csatájára. Gondolom Luffyval megtöltött vízibombákat kell majd dobálni egymásra. Visszatért az LMG, unvaultolták, és egy új kihívás érkezett a 14 nap nyárra. Táncolni kell különböző strandpartikon, és akkor megkapunk egy emote-ot. Itt van a challenge felület, minden napra van egy kihívás, hát itt kérdőjelek vannak, úgyhogy lehet komolyabb lesz a jutalom, mint a XP. Az elsőnél ez az emote van. Hát az egész komoly ez az emote. Mind a 14-et teljesítjük, akkor ezt a smoothie nevű hátit kapjuk meg. Hát ez volt az előzetesbe is, ahogy megitta elvileg Jonesy a banánt. 90 Fort Byte feloldása után ezt Singularity nevű skin fogjuk megkapni. Annak három változata van, ez a második, ez pedig majd a harmadik. Úgy látom, jött egy másik játékmód is, most már nincs Team Rumble, hanem ez a Tag nevű játékmód. A kék csapatnak el kell kerülni a pirosat, a pirosnak meg kell próbálni pickaxelni a kék csapatot, hogy ők is pirosak legyenek. De mi jöttünk ide a vízicsatás játékmódra, egyből már itt van a kör. Oké, aztán 46-an vagyunk csak, vagy hát külön vannak a csapatok. Viszont én jövök a táncolásért, a napi kihívásokért, hát az utolsó nap elég komolyan oda kell figyelni, hogy meglegyen majd a kihívás. Az első parti az itt van, úgyhogy itt táncolhatunk, és akkor ez megvan. Hát nem tudom, beérek-e a körbe, szerintem nem fogok, úgyhogy gyorsan most bejelölöm, hogy merre van a többi. Loot Lake sarkába itt van a második, Neo Tilted mellett a harmadik, Dusty sarkába a negyedik, Paradise-tól nyugatra az ötödik, és még mindig a sivatagnál ide lent, ez itt a hatodik. Itt van a hat parti. Tehát én itt nem látok ilyen csapat kijelzéseket, ott van, hogy a cél az a 60 kill, és ott vannak egyesével, hogy kik a legelsők. Lehet, hogy itt akkor mindenki ellen van. A harmadik helyen kicsi gesztenye. Érdekesebbnek hangzik ez a tag játékmód, úgyhogy kipróbálom még ezt. Wow, már egyből ilyen vihar van. Oké. És akkor ki lehet már egyből ugorni. Ups, hát akkor itt megcsinálom Loot Lake mellett. Én nem vagyok az, úgyhogy meg kell, el kell kerülnem akkor a másik csapatot. Itt akkor táncolok egyet, ha van rá lehetőség. Slipstream az nem működik. Jó ötlet volt. Itt van a party. Egy tánc, jó, ez a második. Oké. Te is táncolsz, de hogy? Na lássuk, mik vannak. Portafort, wow! Stáció más. Az alap, aztán látszanak ellenfelek, meg a csapattársak is. Ott van például valaki. A térképen, fú, milyen érdekes lenne mondjuk a Battle Royale is, hogyha így látszana mindenki. Most már tényleg itt látszik a csapat, hogy kikivel van, jönnek supply dropok. És akkor le kell ütni a pirosokat, vagy hát a másik szint. Sárga. Oho. Engem nagyon el akar valaki kapni már is. Van impulz nekem. Hát így nem fogsz utánam jönni szerintem. Ide nagyon nem lehet elbújni. Úgyis látni fognak. Bush. Hát ez felesleges. Látnak. Mondjuk fel tudok építeni, vagy mennyi építőanyagot ad. Hát nem túl sokat, vagy csak ez nem ad sokat. Túl sok építőanyagom nincsen. Nem tudom, mennyire lenne érdemes. Úgy is leütnék az alját, azt még ez az első meccsem, nem gondolkoztam nagyon, hogy itt hogyan lehetne. Ó, oh, valaki itt van mögötte. Jó, hogy felmászok egy fára. Az sem rossz. Szinte. Ott van egy launchpad. Ez is működhet. Most zúzzunk el ezzel. Wow, ott van valaki. Ne felé menjek mi. Jó, hát ez érdekes lesz később. Ó, hát nagyot nem szűkül a kör. Eljöttem ide. Segítsetek, haverok, ti velem vagytok, igaz? Segítsetek. Egy valaki jön. Miért nem tudjuk őket leütni? Ez a fogócska játékmód. Hát még megvan, akkor örökre marad. Nem. Pedig az működhetett volna. Wow! Áj! Jó, ez közel volt. De közel. Ó, oh. Jó, itt vagyok mellette. Nem figyelek. Ó, oh. Hát, no. 100 HP-n van.
Nem hiszem, hogy tudok medkit elni. Oké, ott láttam egy medkitet, de szerintem nincs arra ideje, hogy én most elkezdjek ott kockodni azzal. Hoppa! Szembe leugrott. Na jól van. Ne, megtáncoltatott. Nem. De mennyit táncoltad? Engem is elkapott? Ó, de együttéstől. De együttéstől elkap, akkor mi értelme van a medkitnek? Vissza lehet gyógyulni, kéké? Azt én megnézem, mert 99 HP-n van, van itt 2 medkit. Figyeld, kék leszek vissza. Nem. Hát akkor ennek mi? Valamit nem stimmel, itt van a radaron mellettem. Ott lenne fent? Ott van fent. A slipstream tetején ott van. Várj csak, oda én feldobok egy ilyet. Feldobok még egyet. Gyerünk, haugajókák, ez az. És Rift a Go is van. Figyelj, a csapatom itt áll, aztán nem csinál semmit. Ott ütik a falat, vagy nem tudom. Így jó, hogy nem nyerünk. Közös erővel itt vagyunk hárman. Hova löki? Na. Csap le! Azaz, szép volt! Hát nem sikerült. Azért a mi csapatunk nem volt a legaktívabb. A végein azért néhányan összefogtunk egy valaki ellen, csak az már késő volt. Van még 20 nap ezekre a kihívásokra, úgyhogy miután letelik a 14 nap, utána nekiállhattok, még van idő arra, hogy befejezzétek az összeset. Itt szerintem komolyabb jutalmak lesznek egy-egy kihívás után, reméljük, hogy nem túl sok XP-s lesz. Eddig még egy sincs odaírva, hogy mi. Szóval, ja, itt van ez a 14 nap nyár event, minden napra van jutalom, új LTM, új fegyvert ér vissza, úgyhogy kíváncsiak vagytok rá, akkor gyertek a Fortnite-ra játszani.